A baromfi termékek árára is kihatással lehet a bérek növekedése. Bárány László, a Master Good cégcsoport alapítója 35 perc című műsorunkban elmondta, az utóbbi egy évben 18%-os béremelést hajtottak végre a cégnél. A megnövekedett költségek miatt pedig várható lesz a baromfi termékek árának növekedése is. Magasak a gabonaárak, bocsánat, az emelkedő bérek is beépülnek a költségekbe, de azt gondolom, hogy itt valamikor az őszi hónapokban elindul egy lépcsőzetes áremelés. Ha a legjobb vágyaink is teljesülnek, akkor sem lesz ez az áremelés kétszámjegyű. Inkább valahol az 5 és a 8% közé satszolom. Nyilván lesz olyan termék, a kunensebb termékek, aminek akár 10%-ot meghaladó áremelés, és lesz olyan termék, aminek ott lesz az ára, ahol volt, meg tavaly előtt. A kisvárdai cég volt az első vállalat, amelyet a magyar kormány a technológiai intenzív támogatási kategóriában segített. Ennek lényege, hogy a technológiai fejlődést robotok alkalmazásával biztosítják majd. A megnövekvő termelési hatékonyságnak köszönhetően a Master Goodnál minden évben kétszemjegyű béremelést fognak a cég dolgozóinak biztosítani. Ilyen sebesség mellett már az emberi beavatkozásnak is vannak korlátjai, tehát ahol az ember nem boldogul, ott behívjuk a robotokat, és azok lesznek képesek ezt az őrült tempót, ezt a hallatlan teljesítményt a technológia során jó minőségben végigkísérni, és mellesleg valóban ez egy technológiai intenzív beruházás, hisz a 15 milliárd forintból közel 12 milliárdot gépekre, robotokra, automatákra és az ezt irányító számítógépes rendszerre fogjuk költeni. Az alapító elmondta, a kisvárdai feldolgozó üzem a beruházásainak végére 15 ezer baromfit fog feldolgozni egy óra alatt, ami 4,1 csirkét jelent másodpercenként.